A Kulturális Bizottságban személyeskedő, kiabálásig fajuló vita robbant ki Novák Előd jobbikos képviselő és a bizottság elnöke El Simon László között. Az ellenzéki politikus azt állította, hogy az állambiztonság egy 3x3-asoknak szóló hatos kartont állított ki Böröc István volt médiavezető, ma hatósági igazgató 89-es beszervezéséről. A fideszes bizottsági elnök szerint Novák beismerte, hogy a törvénytelen kurucinfon publikál úgy, hogy nincs ott a neve a szerkesztők és a szerzők között. A vita azután robbant ki, hogy az LMP-s Osztolykán Ágnes azt kérdezte a médiahatóság elnökétől, a társadalmi előítéletek oldásához nem járulna-e hozzá, ha az országos tévékben az eddig háttérben lévő romák műsorvezetőként tűnnének fel a képernyőn. A Jobbik képviselője egy médiahatósági jelentésre hivatkozva azt állította, az előítéletesség nem jellemző a médiára. Kimondták például, hogy a betörések és a lopások többségét cigány családok követték el Kerecsenden. Én azt gondolom, hogy ez nagyon örömteli precedens, mármint, hogy ezt ki lehet mondani, ha már sajnos így van. Ezek szerint azért Magyarországon még nem alakult ki teljesen a polkorrekt szájbilincs. Én értem, hogy ön egy a már lassan meghatározó értelmiségi pozícióba akar kerülni, diploma nélkül. Az elnök azt kérte Novák előtt hagyja a vendéget szóhoz jutni, inkább internetes lapjában tudósítsa híveit. Arra is megkérném, hogy ahogyan máskor meg szoktam kérni, hogy ne zsidózzon a bizottság, hogy ne is cigányozzon, tehát hogyha lehet, akkor maradjunk a parlamenti keretek között. Ezután Novák a médiahatóság elnökének támadta, miért kinevezték Böröc István volt MTBA vezérigazgatót a médiahatóság igazgatójának, pedig korábban a kurucinfo publikált egy a Böröc beszervezését szerinte alátámasztó úgynevezett hatos kartont. Biztos vagyok benne, mert még nem tudták betiltani a kuruc.info hírportált, amire ugye El Simon László is előbb célzott. És látta. Ezek szerint elismeri, hogy rendszeresen publikál a kurucinfon? Ne szóljon közben egyrészt. Én ugyanis nem mondtam ki a nevét. Azt hiszem, hogy ez a nyilvánosságot is érinti. Nagyon súlyos kérdés, egy országos képviselő. Súlyos kérdésekről beszélek. Egy országos képviselő törvénytelen működő fórumon rendszeresen publikál. Nem minősítgessen itt például a legolvasottabb jobboldali hírportál, tűrtőztesse magát, akármilyen kellemetlen is az ön számára, hogy az ön perverz, obszén verseit ez a portál közölte. Érdekes, akkor még nem szégyelte. Nem fizettek jogdíjat érte, képviselő úr. Akkor legyen szíves eljárást indítani, még jó, hogy a Nemzeti Kulturális Alap programból részesült támogatásban ezekhez az öncélúan obszén pervers trágár verseinek a kiadásához. Inkább az a szégyen szerintem. Lehet, hogy Böröz István is fölháborodna, hogy nem fizetett jogdíjat a kuruc.info a 6-os kartonjának a közléséért, de azért talán elmondhatjuk, itt van rajta, ugye, hogy Nádasdy Fedőnével lett a belső elhárítás munkatársa. Méghozzá, idézem, a beszervezés alapja anyagi érdekeltség. Erkölcsi kérdés, hogy ilyen pozíciókban ne emeljenek ezek után senkit, tette hozzá. Először is arra kérném elnök urat, hogy tartsa be a házszabályt. Aki forgatja minden szavamat. Hogy képviselő, elég szégyen az, hogy ön újfent szegény elnök asszonynak is példáját adja, hogy hogy viselkedik. Nem adtam önnek szót, képviselő úr. Magának sem adhatna, az a durva. De képviselő úr, nagyon szépen kérem. Ne bírálja az ülésvezetést, szíveskedj, de nem adtam szót önnek, képviselő úr, nincs önnél a szó. De mondom, nincs önnél a szó. De képviselő úr, én éppen beszélek, ne haragudjon. Nézze, én is beszélek. De most ugyanolyan házszabálysértő ön, mint ahogy most engem rákényszerít arra, hogy a jogos szókérésemet kiharcoljam. Tehát legyen szíves, ne forgassa ki a szavaimat. Nincs önnél a szó.